milliárdos vagyonvesztéssel járna. Az önkormányzati tulajdonú egyházi ingatlanok átadásáról egyeztettek a városházán. Szalonna sütéssel avatták fel a Hottói városrész első kültéri sütögetőjét. Kialakítását Fejes Péter képviselője alapjából finanszírozták. Összefogtak a vásárhelyiek Viki gyógyulásáért. Jótékonysági esten gyűjtöttek a kislány rehabilitációjára. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök a Híradót látják, Kozó Attila vagyok. Személyiségi jogi pert kezdeményez Tatár Zoltán Márki-Zay Péter ellen. Erről a Dél-Magyarországnak nyilatkozott a volt jegyző, aki elismerte, hogy tévedésből letöltött egy olyan bírósági iratot, amely nem az ő csoportjának ügyintézése alá tartozott, de kémkedésről szó sem volt, mondta a Megyei Lapnak. Mint az Időben című műsorunkban elhangzott, nem közös megegyezéssel ért véget Tatár Zoltán munkája a Városházán, hanem felmondással, ezért ő szerdán már benyújtotta a munkaügyi keresetét a szegedi törvényszékre. 15 havi illetményt, 12,7 millió forint kártérítést kér, a jogviszony szerinte jogellenes megszüntetése miatt. A volt jegyzőt kerestük, de nem élt a lehetőséggel. A kormány egy törvénymódosítással lehetővé tette, hogy azok az egyházi iskolák, melyek önkormányzati tulajdonú ingatlanokban működnek, térítésmentesen hozzájuthatnak ezekhez az épületekhez. Ez Hódmezővásárhelyen milliárdos nagyságrendű vagyonvesztést jelentene, ezért az önkormányzat folyamatosan egyeztet a három érintett egyházi szervezettel. Pénteken az ótemplomi református gyülekezet képviselőivel egyeztetett Márki-Zay Péter polgármester. Márki-Zay Péter szerint a kormány továbbra is arra törekszik, hogy kivéreztesse az önkormányzatokat. Ennek a folyamatnak a része a mostani rendelkezés is, hiszen komoly vagyonelemeket vennének el a településektől és adnának át az egyházaknak. Hódmezővásárhely összesen 6 ingatlant veszített el a kormány intézkedésének következményeként. Három szervezet igényelt vissza 2-2 intézményt. Egyrészt a Szeged-Csanádi Egyházmegye a kertvárosi iskolát és óvodát, a Domonkos rendi nővérek a Liszt Ferenc iskolát és a Virág utcai óvodát, az Ótemplomi Református Gyülekezet a Szék utcai központját és a Petőfi utcai ingatlant, amelynek csak az emeletét használják hivatalosan. A gyülekezet képviselőjével tárgyalt pénteken a polgármester, de egyelőre nem született megállapodás. A Szék utcai ingatlant rajtuk kívül a Csongrád megyei pedagógiai szakszolgálat is használja, tehát nem csak az aranyosi működők ott, ebben az épületben, tehát eleve nincs kizárólagos használatukban, nem lehet az egész ingatlanra igényt megfogalmazni. Korábban egyébként 500 millióra értékeltük ezt az ingatlant, ők most az ingatlant abban a százalékban ingyen szeretnék megkapni, amilyen százalékban használják, a többit hajlandóan lennének kifizetni. A Petőfi utca 6 szám alatti ingatlannal is hasonló gondok vannak. A megegyezés ebben az esetben sem várható egyelőre. Bán Csabát, az intézmény fenntartó képviselőjét is megkérdeztük a tárgyalásról, ám ő nem kívánt nyilatkozni. A Szeged-Csanádi Egyházmegye csak akkor kéri a 2 ingatlant, ha az önkormányzat önként lemond róla. Márki-Zay Péter korábban jelezte, hogy Hódmezővásárhely nem mondhat le önként a vagyonának egy részéről, így a kertvárosi óvoda és iskola épületei maradnak a város tulajdonában. A Domonkos rend képviselőjével is folytatódnak az egyeztetések. Ezen a héten újabb adásvételi szerződéseket írt alá a város polgármestere a 117 km kerékpárút projekt tervezett nyomvonalán érdekelt Székkutas önkormányzatával és az érintett ingatlanok tulajdonosaival, illetve haszonélvezőivel. Mint arról többször beszámoltunk, Földeák és Erzsébet irányába, valamint Baratyos Ördöngös között 2 irányú kerékpárút épülne, míg a 13 vegyes forgalmú utat 4-5,5 méter szélességben az adottságok és a tervezett forgalom függvényében tervezték meg. A vegyes forgalmú szakaszok közül kiemelkedik a Rárósi út folytatásában tervezett rész, valamint a Tisza töltésén Mártétól délre 11 km hosszúságban megépítendő szakasz. Az összesen 117 km hosszúságú útépítés a Modern Városok projekt része. A vásárhelyi embereket szeretné közelebb hozni egymáshoz önkormányzati képviselőként Fejes Péter, aki most egy kültéri sütögető kialakítását finanszírozta éves keretéből a Liszt Ferenc utcában. A helyi lakók közül csütörtökön többen csatlakoztak hozzá, hogy kipróbálják az új helyszínt,
ahova a jövőben szeretnének szabadidős programokat is szervezni a helyiek. A közösségi életet szeretné fellendíteni Fejes Péter azzal a sütögetővel, amit éves képviselői keretéből valósított meg a Liszt-Ferenc utcában Hódmezővásárhelyen. A képviselő szerint a magas házas övezetekben nagy szükség van az ilyen kiülős beszélgetős helyekre, mivel a lakók gyakran csak a lépcsőházban futnak össze egymással. Akik itt idősebbek lejönnek a 10 emeletesből, vagy innen a 4 emeletesekből, itt ez egy nagyon jó környék. Gyakran mindenhez közel van, és az nagyon különnek ezek a kis beszélgetős, sütögetős helyek, mert az igazi nagy probléma most az a városba, átláva, de Vásárhelyen, hogy nem beszélünk egymással. Csütörtök délután a környékbeli társasházak lakói közül többen is lementek a parkba, hogy együtt próbálják ki a sütögetőt. Szépül ez a rész is, és örülünk neki, mert azért sok-sok olyan ember él itt, akik kőfalba, rengetegbe, és akkor itt ki tudnak mozgulni. Nagyon tetszik, remélem használt veszik a nyáron, hogy lejövünk ide, és akkor itt a környező, igen, házakból lecsalogatjuk ide a vendégeket. Fejes Péter a sütögető avatásán kiemelte, hogy képviselőként továbbra is azon fog dolgozni, hogy az embereket közelebb hozza egymáshoz, mivel szerinte akkor jó egy városban élni, ha a lakók nem fordítanak hátat egymásnak. Jótékonysági esnek adott otthont tegnap a Feketesas nagy terme. A fellépők és a résztvevők Béres Viki gyógyulásáért fogtak össze. A csecsemőkori agybénulással született vásárhelyi kislányra egy speciális műtét vár Barcelonában, amelyre már összegyűlt a pénz, de csak akkor lesz igazán eredményes, ha azt egy éves itthoni rehabilitáció követheti. Kivételesen szólóban állt színpadra Kotormán Szejke, aki testvérével együtt még 2019-ben nyerte meg a Fölszállott a páva című tehetségkutatót kategóriájában. A népdalénekes természetesnek találta előadásával támogatni a 4 éves Viki gyógyulását. Kaptunk egy talentumot, amivel gazdálkodni kell, hiszen a Jóisten ezt rendelte ki nekünk. Mindenféleképpen ezt ki kell használni, és ha lehetőség adódik egy ilyenre, hogy segítsünk valakin, az mindenképpen ki kell használni. A kankarin táncosai is szívesen jótékonykodnak, ezért most is a fellépők között volt a helyük a Róna bandával kiegészülve. Mi is voltunk már olyan helyzetben, amikor másoktól vártunk segítséget, külső segítséget, most nem csak pályázatra gondolok, hanem emberi segítséget, és amikor megkaptuk, akkor az jól esett. Úgy gondoljuk, hogy ezzel mi is tudunk tényleg úgy segíteni, hogy minél több embert behívunk erre a rendezvényre. A jótékonysági estet Királyné Sinóros Anett helyi vállalkozó kezdeményezte, aki jól ismeri Béres Viki történetét. A 4 éves kislány a vártnál hamarabb, csecsemőkori agybénulással jött a világra. Menni csak járás segítő eszközzel tud, de hosszú távon fájdalmai vannak, mert a merev izomzata miatt sarkát nem tudja lerakni. Ezen változtatna az úgynevezett Nazarov műtét, amelyet az eljárás kifejlesztője végezel rajta május 2-án Barcelonában. A költségek 3,5 millió forintra rúgnak, a gyűjtést a Sára lépteiért alapítvány koordinálta. Most körülbelül a pénznek, tehát a kitűzött célnak a fele van meg, ez elég a műtétre és a kiutazásra, tehát a terápiára tovább gyűjtünk, ez az est is a terápiára fog menni, az az összeg, ami összegyűlik, úgyhogy folytatódik a gyűjtés. A jegybevételből és az adományokból összesen 800 ezer forint gyűlt össze a jótékonysági esten, ahol Nagy Bence musical és operett slágerekkel, valamint az Emerald Dance Team mazsorett bemutatókkal is gazdagította a produkciók sorát és a támogatók körét. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés, majd a Kultikum következik Vas Ramónával. A kulturális magazinból kiderül, hogy a líra, az érzelem, az érzékenység mindenkiben benne van. Továbbá beszámolunk arról, hogy vásárhelyi kötődésű mű színpadi adaptációjával készülnek a Betlen diákszínjátszói az április 27-i iskolai estre. Forgattunk a Péceli tavaszi vonós koncertjén, ahol ezúttal klasszikus és népzenészek közösen mutatták meg, hogyan születik a muzsika. Tartalmas időtöltést kívánunk! Hírműsorral legközelebb hétfőn 17 óra 30 perckor jelentkezünk. Addig is kövessenek bennünket az online térben, keressék fel Facebook oldalunkat, YouTube csatornánkat, ott visszanézhetik a Vásárhelyi Televízió korábbi műsorait. A hírekért pedig keressék fel a hotpress.hu-t. Köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!